Sziasztok! Ebben a részben bemutatjuk nektek a Mikrotik Basebox 5-nek a teljesítménytesztjét. Akkor lássuk, mi van a dobozban. A dobozban megtalálható a Basebox 5, aminek a tetején két darab RPSM-mel csatlakozó van, valamint az alján egy darab RJ45-ös gigabites port, valamint egy USB port. A csomag további tartalma egy 24 voltos 800 mA-es tápegység, egy mikrotikes portfeladó, egy DIN-sínes szerelőkészlet, valamint a rögzítéshez szükséges egyéb alkatrészek. Fontos tudni, hogy a Mikrotik Baseboxnak 27 decibeles kimenő teljesítménye van MCS6-os moduláción és 75 decibeles vételi érzékenysége. Ez az eszköz 802.11 M-es chipsettel rendelkezik, ezért ezt az eszközt csak 40 MHz-on fogjuk letesztelni. A tesztünket egy majdnem 12 km-es szakaszon fogjuk végrehajtani, ami erős zavartatású. Ezt a helyszínt a Datatrans Kft. Biztosította számunkra. Ha kíváncsiak vagytok a helyszínre, illetve a mérési eljárásra, akkor nézzétek meg a tesztsorozatunk első ismertető részét. Akkor elsőként nézzük a Basebox 5 teljesítménytesztjét 40 MHz-en laborkörülmények között. A belső bandwidth-es segítségével 239x239 megabitet mértünk, EXFO mérőműszer segítségével 68-as csomagmérettel 15x15 megabit per szekundumot, 512-es csomagmérettel 87x93 megabit per szekundumot, míg 1500-as csomagmérettel 100x90 megabit per szekundumot mértünk. Külső router által General Speed-es segítségével 0,4 millisekundumos pinget mértünk, a TCP downloadunk 159 megabit per szekundum, míg az uploadunk 163 megabit per szekundum lett, az UDP downloadunk 235, míg az uploadunk 238 megabit per szekundum lett. Most lássuk, hogyan viselkedik az eszköz zavart környezetben. A Mikrotik Baseboxsal mínusz 40-es jelszintet sikerült elérnünk. Akkor lássuk a mérési eredményeket 40 MHz-en. Belső speed-es segítségével 115x145 megabit per szekundumot sikerült elérnünk, az EXFO-val 68-as csomag mérettel 6,2x6,2 megabit per szekundumot, 512-es csomag mérettel 37,5x25 megabit per szekundumot, míg 1500-as csomag mérettel 62x6,2 megabit per szekundumot. Külső Mikrotik speed tesztel 4011-et használva a ping időnk 0,8 millisekundum lett. A TCP downloadunk 69, míg az uploadunk 87 megabit per szekundum lett, az UDP downloadunk 111, míg az uploadunk 137 megabit per szekundum lett. Ez volt a Mikrotik Basebox 5-nek a teljesítménytesztje. Ha bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra, és nyomjátok meg a kis csengőt is. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!